Decemberben még 196 forintért tudott volna elektromos áramot venni kilovattonként a szekszárdi önkormányzat és a hozzátartozó cégek. Mostanra ez az ár valamivel több mint 70 forint. Ilyen olcsó utoljára 2 évvel ezelőtt volt. A helyi gazdasági bizottság tagjainak arról kellett szavazni, hogy az idei esztendőre fix áron a január és március közötti átlagért vegyék-e meg 2023-ra az energiát, vagy az aktuális napi árfolyamon kössenek szerződést. Végül előbbit választották, ami így egy-egy számítások szerint akár 300 millió forintos megtakarítást is eredményezhet. A legfontosabb tudni azt, hogy 2023-nak a költségvetése már el van fogadva. Abban a költségvetésben szerepelt egy bizonyos ár, ami elég magas volt. Tehát ezzel a döntéssel mindenképpen egy nagyon komoly megtakarítást Ez a döntés mindenképpen nagyon komoly megtakarítást eredményez a város számára. Posta Zoltán arról is beszélt megtisztelő számára, hogy Ács Rezső, Szekszárd polgármestere a közösségi médiában néhány napja arról írt, rendkívül elégedett a bizottsági tagként végzett munkájával, és a jövőben is számít rá. Másfél éve dolgozok a gazdasági bizottság külsős tagjaként, és ebben a másfél évben végig megpróbáltam csak és kizárólag Szekszárdvárosnak az érdekét figyelembe venni, és annak a meggyőződésemnek mindig hangot adtam, hogy ez a legfontosabb szempont, nem lehet politikának alárendelni. A most elfogadott elektromos áram beszerzési áráról szóló előterjesztést a közgyűlés már nem tárgyalja, arról ugyanis a gazdasági bizottság saját hatáskörben dönthetett.